Szent István halála után, 1038 után elkövetkező időszak a középkori magyar állam történetében a válság időszaka. Ezek a válságjelek azonban nem 1038-ban Szent István halálával kezdődnek, hanem úgy tűnik, hogy az 1030-as évek elejétől jelen vannak. A fő problémát az jelentette, hogy Szent Istvánnak nem volt fiú örököse, így a trónutódlás kérdése problémás volt. Szent Istvánnak egyébként csak a fiait említik név szerint a krónikák, Ottót és Imrét, pedig valószínűleg születtek leánygyermekei is, akik közül az egyikkel kapcsolatos a következő, a kutatók egy része által megkérdőjelezett valóságtartalmú, de a hagyományokban mélyen gyökerező történet. A legenda úgy kezdődik, hogy 1022-ben a dánok angliai betörését követően kalandos úton Magyarországra menekült a trónörökös Edward és a fivére, akiket István király befogadott, és itt a mesekben birtokot is adományozott nekik. Sőt, Edward trónörökös feleségül vehette István király egyik lányát, Ágotát, aki más források szerint nem is a lánya volt Istvánnak, hanem a húga. Minden esetre ez az Ágota itt a mai Mecseknádas környékén, bent az erdőben, az azóta sajnos teljesen elpusztult Rékavárban 1045 körül egy kislánynak adott életet, akit Margitnak kereszteltek. Őt tehát az édesanyja révén Árpádházi Margitként kell tisztelnünk. Margit a krónikák alapján valamikor az 1050-es években, amikor az édesapja hazatérhetett a számüzetésből, a szüleivel Angliába utazott. Ott azonban 1072-ben újabb trónviszály tört ki, ezért menekülni kellett a családnak, és Skóciában kötöttek ki, ahol István király unokája, Árpádházi Margit, a kegyetlenségéről hírhet skót harmadik Malcolm király felesége lett. Ez a király azonban magyar felesége mellett megváltozott, felhagyott az addigi durva életmódjával. Margit pedig a legenda szerint nem csak hűséges feleség, de az egyház pártfogója, a szegények istápolója, a skót nép jótevője lett. És nem mellesleg 8 gyerek édesanyja, akik közül később ketten is a katolikus egyház szentjeivé váltak. Margit királynét az 1093-as halála után a skótok azonnal szentként kezdték el tisztelni. És 1251-ben, amikor Budán még csak 9 éves volt Kései utóda, 4. Béla ugyancsak Margit nevű kislánya, hivatalosan is szentté avatták az első Árpádházi Szent Margitot. 12. Ince pápa 1693-ban Skócia patronájává nyilvánította, és november 16-a a halálának a napja a skótok egyik nagy ünnepe. De szülőhelyén, a mai Mecseknádasdon, ahol a község templomában egy erekhíje is megtalálható, hát természetesen itt is jókkal büszkék rá, hiszen még ha az vitatott is, hogy valóban Szent István unokája volt-e, de az több mint valószínű, hogy Magyarországon, mégpedig itt a Mecsekben született. Vagyis szinte biztos, hogy anyai ágon magyar származású volt Margit, Skócia legendás szent királynéja. És ha egyszer a skótok magyarként tartják őt számon, hát akkor mi is büszkék lehetünk rá. Szent István fiőrökös híján Velencéből származó rokonát Orszaoló Pétert jelölte a trónra. Péter uralkodásával szembe egy előkelők által szervezett összeesküvés alakult ki. Ennek vezéralakja, vezetője Aba Sámuel volt, aki megtestesítette a régi törzsi nemzetségi arisztokráciának az igényeit, pozícióit. Körülbelül 3 évig kormányzás után 1041-ben Péternek Németországba kellett menekülnie, harmadik Henrikhez. Magyarországon a hatalmat Aba Sámuel vette át, aki visszavonta azokat a törvényeket, rendeleteket, amit Péter bevezetett. Helyette inkább, hogy nagyobb tömegbázis legyen a hatalmának, szabad utat engedett a pogányságnak, a pogány közszabadoknak. Azonban jelentős erők voltak, akik veszélyeztetve érezték pozíciójukat, befolyásukat Aba alatt a pogányság előretörése miatt. A Német Birodalomhoz fordultak, harmadik Henrik segítségét kérték, és támogatták Péter király visszatérését az országban. 44. júniusában Ménfőnél harmadik Henrik vezette csapatok legyőzték Aba Sámuelt. Alaposan meglepődtek több mint 100 évvel ezelőtt azok a kutatók, akik a viszonylag szerény külsejű feldebrői barokk templom alatt találtak egy másikat, egy 1000 évest. Illetve a Szent István idején épült eredeti templomnak az altemplomát, hiszen ami a föld felett van, az a rész azóta nagyon sokszor átépült. De a föld alatti rész, vagyis az altemplom, az nagyjából így nézett ki 1000 évvel ezelőtt is, leszámítva persze a 12. század második felében készült freskókat.
Ezekkel kapcsolatban egyébként a restaurátorok nagyon sokat töprengtek azon, hogy lehet, hogy ezek a falfestmények 800 éven keresztül megőrizték a színüket, meg egyáltalán miért nem dobta le a fal a vakolatot, ami ismerve a mai épült házak vakolattartó képességét 800 év alatt egyszerűen hihetetlen teljesítmény, nem? Nos, a vegyi elemzés megállapította, hogy a festékek a színtartó képességüket elsősorban a növényi színezékeknek köszönhetik, tehát a virágporoknak, a bogyóknak, a gyökereknek és a koromnak. A vakolat pedig azért maradt fent a falon, mert az egykor volt mesterek a homokhoz tojásfehérjét, túrót és tejet kevertek. Tessék kipróbálni! A templomot igen nagy valószínűséggel a terület birtokosa Abba Sámuel építette még Nádor ispánként. És mai ismereteink szerint ideiglenesen itt, a debrői altemplomban temették el, de később átvitték Abassárra, a Bencés monostorba. Az viszont a török időkben teljesen elpusztult. Az oszlopos altemplom tehát a föld, illetve a templom alatt van, és fölötte magasodott egy ritka érdekes templom, amiből ma már csak a falak alapjai látszanak, itt például egy bizánci ív az eredeti kereszt alapra az egyik szárának a végéből. De a templom eredeti formája már nem látszik, hiszen az 1000 év alatt olyan rengetegszer átépítették. Ezekből az alapokból azonban a kutatók egy nagyon érdekes dologra következtettek. Nevezetesen arra, hogy István király Róma melletti elkötelezettsége ellenére az 1040-es években még nem dőlt el, hogy Magyarországon a keleti vagy a nyugati rítusú kereszténység arat majd győzelmet. Ugyanis ez a kereszt alaprajzú, centrális elrendezésű, vagyis az oltárt a kereszt középpontjába állító templom még nagyon tudatosan ötözte a keleti és nyugati építészeti elemeket. Ezek a falmaradványok szinte szájba rágva magyarázzák el nekünk a 11. századi eleink elé tornyosuló hatalmas, óriási kérdést. Kelet vagy nyugat? Jószerivel Magyarország történetét, az egész Kárpát-medencei 1000 évünket végigkíséri ez a dilemma, amit ez a templom illusztrál. Péter 1044 nyarán újra átvette az ország kormányzását, de újból azt az erőltetett feudalizációt próbálta megvalósítani, ami az első 3 évben is jellemezte uralmát, hatalmát. Ennek következtében Szent Gellért vezetésével egy főúri összeesküvés szerveződött, akik tisztában voltak avval, hogy Péter király kormányzása romba döntheti a keresztény királyságot. Pedig ez a Gellért eredetileg egy csendes, szemlélődő, tudós alkat volt, aki nem azért jött Magyarországra, hogy itt beleavatkozzon az úgymond nagy politikába. A legendája szerint éppen egy szentföldi zarándokútra készült, amikor a pannonhalmi apát kérésére megváltoztatta az úti célját, és 1018 körül Magyarországra érkezett. István király persze nagyon örült a művelt Bencésnek, aki hamarosan Imre herceg nevelője lett. Majd, amikor Imre felserdült, akkor Gellért elvonult a bakonybéri remeteség csendjébe. 1030-ban azonban a Marosvidék urának Ajtonynak a legyőzése után István király püspökké nevezte ki, és új feladattal bízta meg, a Csanádi Egyházmegye megszervezésével. Gellért hatalmas lendülettel fogott hozzá a térítő munkához. Itt Csanádon székesegyházat épített, ennek a helyén áll az országút mellett ez a kis templom, de iskolát és bencés apátságot is alapított. Sőt, még a tudományokkal is volt ideje foglalkozni, például csillagászattal. És ekkor született Deliberáció címmel az egyetlen ránk maradt monumentális teológiai munkája is. Az István király halála utáni években Gellért, mint a legtekintélyesebb politika formáló magyarországi főpap, szembeszállt nem csak a pogány restaurációnak teret engedő Abba Sámuellel, de a német birodalmi elkötelezettségű Péter királlyal is. És Gellért vezetésével éppen itt, Csanádon határozták el a Péter politikájával elégedetlen főurak, hogy hazahívják külföldről Vazul fiait. 1046. szeptemberében püspöktársaival a hazaérkező hercegek köszöntésére igyekezett, amikor a minden papban ellenséget látó, vata által felbújtott pogány tömeg megtámadta itt az akkor Kelenhegynek hívott hegy környékén. Elfogták, egy kétkerekű kordéba ültették, és lelőgték a hegy meredek oldalán. A holttestét először itt a hegy lábánál temették el, a források szerint a pesti Nagyboldogasszony templomban, és ez a bejegyzés félreértésekre adott okot. A legtöbb lexikon ugyanis a mai napig is úgy tudja, hogy Gellértet ideiglenesen a túloldalon, a belvárosi plébánia templomban temették el, mondván, hogy az van Pesten. Sőt, a túloldali templom kövezetén még egy felirat is azt állítja, hogy egykor rövid ideig ott volt Gellért püspök sírja. Pedig Gellért halálának idején
A Dunának ezt az oldalát hívták Pestnek. Itt éltek ugyanis azok a szláv mészégetők, akik ezt a területet úgy hívták, hogy Kemence, és a Kemence a szláv nyelvekben úgy hangzik, hogy Pest. Amikor tehát a források azt állítják, hogy Gellért püspököt a halála után a pesti Boldogasszony egyházban temették el, az bizony itt volt a Gellért hegy lábánál, a mai Erzsébet híd budai hídfőjénél. Gellért sírja tehát egy rövid ideig sem volt a túloldalon, a Nagy Boldogasszony tiszteletére felszentelt legrégebbi pesti templomban. Egyébként a félreértést az is erősíthette, hogy a Boldogasszony kifejezés Szűz Máriával kapcsolatban a hagyomány szerint éppen Gellért találta ki. 1083-ban az általa nevelt Imre herceggel és István királlyal együtt avatták szenté a mártír püspököt. Földi maradványait azonban a halála után néhány évvel elhozták ide Csanádra, ahol az általa alapított bencés apátságban temették el. 1046-ban Magyarország érkeztek Kijevből Vazul fiai, András és Levente herceg, akik kényszerűségből szövetkeztek a pogány lázadókkal, és 1046 nyarán átvették a hatalmat az országban. Viszont András hatalomra jutása után azonnal betiltotta a pogány szertartások gyakorlását, fegyveresen leverte ezt az ország keleti részéről kibontakozó pogány lázadást. A másik nagy probléma a német expanzió megállítása. Próbált egyezkedni a német birodalommal, ez sikertelen volt, ezért behívta az országba Lengyelországba élő testvérét, Béla herceget, aki kiváló katona hírébe állt, és megosztozott vele a hatalmon. A két árpádházi herceg, András és Béla közösen kormányozta az országot. Ennek a koronának, amely a feltételezések szerint valószínűleg első András királyé lehetett, nagyon érdekes története van. Az újkori kutatók számára úgy kezdődött a dolog, hogy 1860-ban csillogó aranytárgyakat fordított ki az Eke a mai Szlovákia területén lévő Nyitra-Ivánka határában. A zománclemezek mérete és ábrái alapján arra következtettek a kutatók, hogy a hét lemez egyetlen tárgyhoz tartozott, és ez a tárgy minden bizonnyal egy korona lehetett. Nézzük, hogy mit ábrázolnak ezek a lemezek. A legnagyobb, a művészet kedvelő, de kicsapongó életű, gyengekező 9. Konstantinus Monomakhosz császárt ábrázolja. Mellette pedig a Makedón dinasztia két utolsó tagja, két testfél látható. Az egyik oldalon a császárnál több évtizeddel idősebb felesége Zoé császárnő. A másik oldalon Zoé húga és társcsászárnője Teodóra. A képmások segítenek behatárolni a korona készítésének lehetséges időpontját is. 9. Konstantinus Monomakhosz ugyanis 1042-ben került a trónra, Zoé pedig 1050-ben meghalt. A korona tehát 1042 és 1050 között készülhetett. Ez az idő meghatározás viszont segít abban is, hogy kiderítsük, vajon melyik magyar királyé lehetett a Monomakhosz korona. Egyes feltételezések szerint első András kapta, mivel Szent István eredeti koronája 1044-ben a Ménfői csata után hadizsákmányként harmadik Henrikhez került, aki visszaküldte Rómába. Így aztán a magyar királynak nem maradt koronája, és ezért küldött a Bizánc által pártfogolt első Andrásnak koronát Konstantinos Monomakhosz. Ezzel koronázták meg Andrást, Bélát és Salamont is. Mondom, a kutatók egy része szerint. Majd amikor Salamon menekült Béla fiai, Géza és László elől, magával vitte ezt a koronát, és menekülés közben 1074-ben elásta, vagy elveszíthette valahol ott Nyitra-Ivánka határában. De van olyan elképzelés is, hogy a kijevi udvarban élő András részt vett az oroszok Bizánc elleni hadjáratában, és ő kaphatta békekötés alkalmával. Vagy esetleg Salamon felesége Judit hozhatta Magyarországra, akinek az apja harmadik Henrik jó kapcsolatokat ápolt a bizánci császárral. Sajnos eldönthetetlen, hogy melyik változat áll közelebb a valósághoz. 1056-57 környékén az új német uralkodóval, IV. Henrik császárral sikerült rendezni a kapcsolatokat. Ezt a szövetségi viszonyt a kor szokása szerint dinasztikus kapcsolattal is megkívánták erősíteni. András fiát, Salamont eljegyezték IV. Henrik császár testvérével, Judittal. A németek ragaszkodtak, hogy ezt az eljegyzést avval is megerősítsék, hogy a gyermek Salamont királlyá koronázzák.
Ez a királyi koronázás 1058-ban alapjaiban rendítette meg a közel egy éve kialakult hatalomgyakorlási rendszert, nevezetesen a király és a herceg együttműködését, amelyben az is benne volt, hogy Andrást a herceg Béla fogja követni a trónon. A herceg számára világossá vált, hogy András utódja Salamon lesz. Az 1050-es évek végén első Béla herceg fellázadt testvére hatalm ellen, és 1060-ban sikerült Andrást legyőzni és átvenni a hatalmat. András király a háború során Moson környékén súlyosan megsebesült. A csatába már eleve hordszéken vitték az erősen köszvényes uralkodót, aki a harc közben a földre zuhant, és a maga tehetetlen beteg emberen átgázoltak a lovak meg a szekerek. Az öccse Béla már hiába vitte el Zilszre, ott rövidesen belehalt a sérüléseibe, és végakaratának megfelelően, és itt az általa 5 évvel korábban, 1055-ben alapított Tihanyi monostorban temették el. Persze az András király által építetett Tihanyi apátság és az apátsági templom még egészen másként nézett ki. Ezt a barokk templomot csak a 18. században emelték az eredeti épület rómjain. Az apátság alapító levele a legrégebbi Magyarországon fennmaradt oklevél. És mivel ezekben az oklevelekben a birtok adományozáshoz részletesen fel kellett sorolni mindig az adományozott birtok határait, ezért ebben az alapító levélben nagyon sok korai magyar helységnév maradt fel, például Tihany és a Balaton neve is, a mindenki által ismert Fehérvárra menő hadiút szókapcsolat mellett. Ezt az altemplomot szinte csodával határos módon évszázadokon keresztül sem idegen hadseregek, sem sírrablók nem fosztották ki. Mondhatjuk, hogy első András halálában egy viharos történelmi országnak idézőjelesen kivételesen szerencsés uralkodója, hiszen ő az egyetlen árpádházi király, akinek a hamvai ma is ott vannak, ahol egykor eltemették őt, és ahol még a vele folyamatos harcban álló öccse Béla sem háborgatta, sőt, királyá koronázása után különösen tiszteletben tartotta az elődje sírját. Első Béla nagyon rövid ideig uralkodhatott, csupán 3 évig állt a magyar királyság élén. Uralma alatt fontos gazdasági döntések születtek azonban, elsősorban a közszabadokat próbálta a király megerősíteni, számukra, mint katonáskodókra volt szüksége, ezért ármaximálást rendelt el, elengedte az adók és tartozások egy részét, másrészt a német származású zsidó kereskedők visszaszorítása érdekében eltiltotta a vasárnapi vásártartást és szombatra helyezte át a vásár időpontját. István király még úgy rendelkezett, hogy a pihenő napon vasárnap, ami hagyományosan a vásárnapja volt, az emberek egyúttal menjenek el templomba is. A vasárnapi vásározás korai jelentőségét mutatja egyébként, hogy a hét napjainak az elnevezését a szláv nyelvekből vettük át, és ez alól az egyetlen kivétel éppen a vasárnap. Ugye kezdődik a hét fő napjával az elsővel, aztán következik a második, a kettedik nap. Mindkettő egyszerű tükörfordítása a szláv panyigyelnyiknek és vtornyiknak, a vtárojnak. Ugyanilyen sorszám név a következő 3 nap is, de azokat már le sem fordítottuk, hanem egy az egyben átvettük a szláv nyelvekből. A szerda, a negyedik a csütörtök, és a piátnyica, a péntek az 5. A szombat szláv közvetítéssel érkezett a héber szabbátból, de a vasárnapot a szlávok a feltámadás napjának, Vaskriszényének mondják, és ezzel szemben a magyar vásárnap, vasárnap egészen egyedülálló az európai nyelvekben. A 11. század második felétől aztán megváltozott a vasárnapi vásározás rendje. A megerősödő egyház azt követelt, hogy ha egyszer az úrnapján tilos mindenféle munkavégzés, akkor vásározni se legyen szabad. Ez egy teljesen logikus rendelkezés volt, ennek ellenére Géza öccse László újra szabályozta a vásározás rendjét, mégpedig úgy, hogy eltörölt mindenféle szigorítást, és onnan kezdve mindenki akkor tartott heti vásárt, amikor akart. Ez tükröződik egyébként a település neveinkben is, hiszen létezik két hely, szerdahely, csütörtökhely, szombathely is. És hogy miért volt ilyen engedékeny László a vásározókkal? Nagyon egyszerű, azért, mert a királyi kincstár egyik legfőbb bevételi forrása a vásárvám volt. A királynak tehát az volt az érdeke, hogy lehetőleg minél több helyen, minél gyakrabban tartsanak heti vásárt hétfőtől vasárnapig. Bármennyire vitéz katona volt első Béla, a Salamon támogató német hadsereggel szembe eredménytelenül vette fel harcot. A német segítséget élvező Salamon azonnal átvette a hatalmat, de tisztában volt azzal, hogy a német csapatok támogatása nélkül nem tudja biztosítani hatalmát az országba. Ezért egy évvel később, 1064 elején
kiegyezett Béla fiaival. 1070-es évek elején azonban ez az összhang megbomlott. 1074-ben végleg elvesztette a hatalmát Pest közelébe, Mogyoródnál Géza és László herceg legyőzte Salamon királyt. De továbbra is szervezkedett unokatestvérei, az 1074-ben trónra lépő Géza, majd annak halála után immár László király ellen is. Lászlónak azonban egy idő után elfogyott a türelme. Ma már nehéz lenne kikutatni a gyökerét annak a legendának, miszerint a László ellen még merényletet is tervező Salamont ide, a visegrádi úgynevezett Salamon toronyba zárták volna. Pedig ezt a tornyot bizonyítottan csak a tatárjárás követően építették, Salamon pedig több mint másfél száz évvel korábban raboskodott, na nem itt, hanem feljebb a Sibrik dombon álló egykori római őrtábor egyik saroktornyában, amelynek ma már csak a romjai láthatók. És ha már a legendákról beszélünk, a hagyomány szerint, amikor Salamon bebörtönözték, akkor befalaszták mögötte a torony összes ajtaját. Az őrök pedig szigorú utasítást kaptak, hogy sötétedéskor minden ablakba tegyenek egy tök lámpást, hogy éjszakánként is ellenőrizhessék a rabot. A lámpások fénye messzire világított, így aki elment a torony mellett, az jól láthatta, hogy fénylik a Salamon töke. Mármint, hogy a tök lámpása, mert hogy ez a szólás eredete. Van viszont a toronnyal és Salamonnal kapcsolatban még egy legenda, miszerint László király 1083. augusztusában végül is azért engedte szabadon az örökké ellene áskálódó unokatestvérét, mert amikor István király szentélyavatási ceremóniáján sehogyan nem tudták felemelni az István sírját borító nagy kőlapot, akkor egy bökénysomlói apász azt jósolta, hogy addig nem is fogják tudni felnyitni a sírt, vagyis addig nem történhet meg a szentélyavatás, amíg Salamon amnestiát nem kap. Ezt a legendát ugyan semmi nem igazolja, de hát végül is feltételezhető, hogy talán az ünnepi alkalom, a szentélyavatási ceremónia magasztos légköre valóban segíthetett abban, hogy kegyelmet kapjon Salamon, akinek aztán a halálával kapcsolatban is legendás történetek maradtak fenn. Azt tudjuk ugyanis, hogy sokáig besenyő szövetségben harcolt a Balkánon, és valószínűleg ott is esett el valamelyik csatában. De az Isztriai félszigeten, Pulaváros múzeumának raktárában, a felújításra váró kövek között találtunk egy kettétört sírkövet, amely még a 19. századi ásatások során került elő a bencés kolostor romjai alól. És a kő latin szövege magyarul a következőképpen hangzik. Itt nyugszik a nevezetes Salamon, Pannónia királya. 1074 egyben fordulópont is, gyakorlatilag az 1074-es ütközet jelentőségét az is bizonyítja, hogy ezzel megszűnik a magyar királyság Szent István halálától kibontakozó válsága, és megindul egyfajta központosítás, a királyi hatalom megerősítése. Szent László uralkodása lezárja a magyar egyház első szakaszát, úgynevezett missziós szakaszt, az ország krisztianizálását. Ezt fejezi ki az is, hogy 1083-ban Szent László azokat, akiknek meghatározó része volt a magyar kereszténység kialakításában, szentté avattatta, mindenek előtt 1083. augusztusában Szent István király kanonizációja megtörtént. 1083. augusztus 15-én nagy tömeg gyűlt össze itt Fehérváron. Ez tulajdonképpen megszokott dolog volt, hiszen 45 évvel korábban István király augusztus 15-én Mária mennybevételének a napján halt meg, és attól kezdve szokássá vált, hogy ezen a napon törvénylátó napot tartottak minden évben. Ez azt jelentette, hogy bárki bármilyen problémájával az uralkodó elé járulhatott, és ő személyesen döntött minden pörösügyben. De ráadásul ezúttal László király még országos gyűlést is összehívott, meghirdetvén, hogy jöjjenek a csodákban bízó, a gyógyulásukra váró betegek is. Augusztus 19-én tehát megtelt a fehérvári templom, és megtörténtek azok a bizonyos csodás gyógyulások, amelyek szükségesek voltak a szentélyavatáshoz. Másnap aztán, augusztus 20-án László király jelenlétében végre felnyitották István sírját, és attól a naptól kezdve szentként tisztelik Magyarországon az első királyt, bár a hivatalos szentélyavatására csak Könyves Kálmán idején került sor. Ember lelkű földeken sétálj egy tekintetem titkos madárra. Sűrű beszáll, ha érthetnélek süllyedő, ó,